A logopédiáról beszélgetünk a következő percekben, kedves hallgatóink, itt a csillag.rádió műsorában. Tulajdonképpen beszédhibák helyrehozásáról, a szép beszédről. Egyébként orvosi tudományként is számon tartják a logopédiát, nem csak a tanítás során alkalmazott tevékenységről van szó, hanem a gyógyászatban alkalmazottról is. A stúdió vendége nem más, mint dr. Farkas Tamásné Domokos Ágnes, a Központi Kórház Stroke Általános Neurológiai és Toxikológiai Osztályának a logopédus, akit szeretettel köszöntök, akivel természetesen akkor a következőben a logopédiáról beszélgetünk, a szakmájáról. De hát, hogy ez a szakma, ez az öné legyen, ahhoz ezt a tudást el is kellett sajátítani. Hát, hogy sajátított el tulajdonképpen? A tínédzser Ágika, illetve nem a tínédzser Ágika, mert később kellett elsajátítani ezt, de ahhoz, hogy a logopédiához valamilyen közel legyen, akkor már diák korában meg kellett fogalmazódnia, hogy olyan területet választ majd hivatásul, munkául, amiben jól érzi magát. Hát miközben van a logopédiának a középiskolás diák évekhez? Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Már középiskolás éveim alatt megfogalmazódott bennem az az elképzelés, hogy segítő szakmában szeretnék tevékenykedni. Így esett a választás a gyógypedagógia területére. Családunkban nagynénim is gyógypedagógus logopédus végzettségű volt. Ő is ambicionált részben e felé a terület felé, ez a terület már akkor is hiány szakmaként volt jelen. Ma is. Mint ma is, igen. igen, nagyon nagy a hiány logopédus képzésből, illetve itt környékünkön a megyében sokkal nagyobb igény lenne arra, hogy minél több logopédus legyen, akár az oktatásban, akár az egészségügyben. Tehát részben a nagynéni hatása játszott közre, másrészt pedig a nagypapa, anyai, anyai nagyapám is agyvérzésben halt meg, a jobb oldala lebénult, beszéde érthetetlenné vált, tehát magyarán ez a személyes érintettség ugye megragadott, így van, és tudom és átérzem pontosan, hogy, hogy mit jelent egy afáziás beteg a családban. Na most azt mondta, hogy ugye a, a gyermek, tehát mindenképpen segíteni akar? Olyan pályát választott magának. És hát az az elején ö, olyan munkát is végzett, most is segít, félejtés ne esik, de akkor, amikor ugye a beteg gyerekekkel foglalkozott, az egy másfajta feladatot jelentett. Hogy nem másfajta feladatot, másfajta kihívást jelentett. Itt a kórházban afáziás betegek között nagyon fárasztó, nagyon nehéz a mindennapokat megélni, nem csak munka tekintetében, hanem lelkileg is. Óriási feladat, felelősség és kihívás. Gyerekekkel való törődés ugyanezt jelenti, de azért mégiscsak egy, egy egészséges közegben. Itt betegemberek között azért, azért ez sokkal strapásabb, sokkal megterhelőbb. Gyerekek között nevelési tanácsadóban dolgoztam 12 évig itt a Miskolci nevelési tanácsadóban. Körzeti logopédusként tevékenykedtem az avason 12 évig egy, egy óvodában volt a körzet kialakítva. Rengeteg beszédhibás gyerek volt, van. Ez részben köszönhető a nem megfelelő családi beszédpéldának, de különböző betegségek születés körüli ö, problémák is nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy gyerek ö, hogy különböző súlyosságú beszédhibákkal küzdködik. Akkor közt. ezek szerint ugye én jól gondolom, hogy ketté kell választani. Tehát van egy olyan feladata a logopédusnak, aki a kicsi gyerekekkel foglalkozik, hogy helyre tegye a beszédét. Így Tehát igaz, ő tud beszélni csak igaz. mondjuk hadar, vagy Dado, össze, vagy dadog. A másik feladat pedig az, amikor is már a rehabilitáció, amit jelenleg végez ugye a kórházban, tehát már sérült dolgok helyreállítása. De ehhez Megint el kellett sajátítani egy tudományt, mert azért kicsit átugrottuk a képzési időszakot, mert ugye Patakon végzett, Sárospatakon Patakon is. Sáros tanítói... Patakon szereztem tanítói diplomát, azt követően rögtön végzés után itt Miskolcon a Bársony János általános iskolában dolgoztam öt évig tanítói státuszban. Utána két gyermekünkkel gyesen gyedem voltam otthon, azt követően egy rövid időszakra, felső Zsolcára kerültem a, a helyi nevelési tanácsadóba, és utána kerültem a, a, a Miskolci nevelési tanácsadó központba. El kellett közben gyógypedagógiai tudnivalókat kellett. Így van, ö, így van, így van, így van. Pesten a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskola oligofrén pedagógia szakán ö, végeztem első ízben, ahol enyhe értelmi fogyatékosokhoz kaptam jogosítványt, ö, majd azt követően ö, szakosodtam a logopédiára. Biztos, hogy a sikerélmény az óriási ezen a területen, nem? Hát megtanítani egy gyereket, egy kisgyereket szépen tisztán beszélni, aki, aki mondjuk, ha vegyünk egy dadogós gyereket, akár visszavonult is lehet pontosan a dadogásra miatt, tehát egy egész egyéniség kialakításában szerepe van a logopédusnak, akkor, amikor megtanítja szépen beszélni. Aztán megint más feladat a betegembert újra szóra bírni, hogy így fogalmazza. Igen, nagyon szép hivatás, nagyon szeretem ö, ezt csinálni, ö, és teljesen más feladatot jelent gyerekek között dolgozni, és itt a, a kórházban beteg ö, felnőttek között. Nagyon szeretem, nagyon élvezem, de, de nagy kihívás. A váltást mi indokolta, hogy kórházi körülmények között folytassa ezt a munkát? Szerettem volna mindig is ezen a területen az afázia témakörében kipróbálni magam. Én ezt a, ö, ezt a területet. Nem a főiskolán tanultam, ez egy külön speciális területe a logopédiának az afázia terápia. Ezt Budapesten az Országos Rehabilitációs Intézetben Budakeszin a Hemiplégia osztályon dr. Mészáros Éva logopédus kolléganő irányítása mellett gyakoroltam, tanultam, előtte sokat hospitáltam, és hát tulajdonképpen igazán ott nőttem ki magam ezen a területen. Tulajdonképpen mi az afázia? Tulajdonképpen az afázia agyi érkatasztrófa következtében kialakult Beszédbe beszédzavar, be. így van, ami ami a nyelvhasználatnak egy vagy több ö, részére is kiterjedhet. Az afázia, ö, melyben a fosztó képző afázia, a beszédnek felel meg, tehát annyit jelent, hogy az adott személy többi nem képes azt kimondani, amit akar, nem képes használni a nyelvet ö, oly módon, mint azt korábban tette. Az afázia mellett bénulás következhet be, ö, illetve problémák léphetnek fel ö, egyéb más területeken is, a tudatos cselekvés ö, tekintetében de környezeti tényezők megfigyelésében koncentráció, kezdeményezés, memória vonatkozásában egyaránt. De ez nem azt jelenti, hogy összezavarodik az elméje, hanem azt jelenti, hogy ugye valamilyen utasítást nem képes adni az agy, tehát Így a beszédközpontban... Így van, hát... a beszédközpontban történik sérülés, melynek következtében a, a betegnek a jobb oldala teljesen vagy részlegesen lebínul. Tulajdonképpen az agyi katasztrófa sztrók, Tumor, esetleg baleset következtében is felléphet, lokálisan, helyileg sérül, emiatt a kommunikáció egészen enyhe, mérsékelt vagy súlyos zavara. Lép fel. Mivel Aha. nehézséget jelent a beteg számára a szavak kiválasztása, a beszéd akadozóvá, aritmikussá válik, a gyakori szókeresések, ismétlések miatt a tartalom ö, részben vagy teljes egészében érthetetlenné ö, válik, a nyelvi zavarok mellett sérül az artikuláció, az írásbeli kifejezés, olvasás egyaránt. Na most hogy kell az ilyen beteghez hozzányúlni? Hát magam is tapasztaltam és találkoztam már nem egy sztrókos beteggel, akkor is, amikor éppen kritikus állapotban volt, és gyorsan ezt a példát mondom el, két nap ott már nem is beszélt az illető. Időben érkezett a segítség, tehát amikor a sztrókot kapta, akkor időben, ma már tudjuk, mert visszanyert minden, de az a két nap az rettenetes volt nyilván számára is, meg a hozzátartozók számára is. Mi ilyenkor a teendő? Először a lelkét kell megnyitni a betegnek, vagy, vagy mit kell tenni? elsősorban a lelkét kell megfogni, megragadni, ahhoz, hogy kontaktusba tudjunk kerülni. A legtöbb beteg azért zárkózott, fenntartással fogadja azt, hogy valaki közelít felé szeretné kommunikációra bírni, de első lépés, hogy megnyerjük magunknak, mert hiszen ebből tudunk aztán építkezni. Ha, ha nem mutat hajlandóságot, akkor apró lépésekben napjában többször visszamegyek ugyanahoz a beteghez. Kicsit próbálok a lelkére hatni, elmondom, hogy segítő szándékkal jöttem, szeretném, hogyha a kommunikációja ö, újra ö, épp lenne, meg tudna ö, nyilatkozni, ö, és kérem, hogy valamilyen szinten legalább hangot adjon, hogy halljam a hangját, és akkor egy-egy ilyen apró ö, mozd, mozzanatból aztán lehet lassan építkezni. De egy kicsit ö, beszélgetni kell vele, beszélni kell hozzá, ö, el kell mondani, hogy mi a célom, mi a szándékom, ki vagyok én, miért is ö, kerestem föl, és akkor talán könnyebben nyílnak meg. Viszont első lépés mindezek mellett, vagy mindezek után helyesebben, hogy a beteg állapotát felmérjem. Pontosan erre vannak különböző kis mérőtesztek, mérőeljárások. Zömében ágy melletti betegekkel dolgozom, addig, amíg még az akut, akut szakasz zajlik a betegnél. Aztán, amikor haza kerülnek az otthonaikba, akkor ambulanter formában is fogadok betegeket. Zömében olyanok tud Fölkeresni és heti, heti rendszerességgel visszajárni hozzám, akik itt a köz, közvetlen közelünkben laknak. Tehát elsőként tulajdonképpen egy kicsit be kell atolni az úgynevezett intim szférába, meg kell nyerni a beteget. Így van, így mert van, ha ez ő a nem fontosabb. akar, vagy, vagy nem érzi a bizalmat, így akkor a ah, sikert kérdőjenes. Aztán ugye nagyon fontos, amire utalt, hogy egy állapot felméréssel rendelkezzen, mert azt hiszem, hogyha áltatja a beteget, az legalább olyan káros lehet. Így van. Mint hogyha mondjuk alulértékelnek valamit. Tehát mindig, fel kell készíteni őszintén arról, hogy mi várható. Így, ettől. Igaz. így igaz. Nyilván őszintén azt is el kell mondani, hogy hogy milyen uh, súlyossági uh, szinten van a beteg, hogy hogy ő most egy nagyon rossz helyzetben van. Ezt nyilván az ember megérti, de biztatja arra, hogy próbáljon megnyilvánulni, és, és uh, kapcsolódjon be, legyen aktív részese ennek a folyamatnak, hiszen akkor tudunk csak segíteni. Lenni, hogyha az ő fejében eldől az, hogy igen, szeretne meggyógyulni, és szeretne ebből az állapotból kikerülni. Most és hagyd térjek vissza ahhoz a kétnapos némasághoz, hát akkor, amikor abszolút nem beszél az ember, akkor milyen kapaszkodót tud adni ön, szakemberként neki, mert akkor nyilván összeomlik a világ körülötte. Összeomlik a világ, de nagyon fontos az, hogy például az ápoló személyzet is úgy álljon hozzá, az orvos is folyamatosan biztatja, és biztatgatják is a, a, a pácienseket, valamint a családtagok segítő szeretete, segítő hozzáállása legalább annyira fontos, mint a, a mi jelenlétünk, napi jelenlétünk a beteg mellett. Van, aki, van, aki két Nap után sem ö, szólal meg, és nem nyilma, nyilvánul meg semmilyen szinten verbális ö, módon. Van, aki rögtön, hiszen ö, ö Különböző súlyossági, fokú betegek fekszenek azért az osztályon. Van, aki úgy érkezik be, időablakon belül, tehát három óra, három órán belül az agyi történést követően szakellátásban részesül, ott azért sokkal nagyobbak az esélyek arra, hogy hogy a beszéd tekintetében is hatékonyabban tudunk együttműködni, hatékonyabban tudunk segíteni, akinél hosszabb idő telik el, nyilván ott, ott mások az esélyek. De alapjában ezt az egész betegséget meghatározza az, hogy, hogy milyen a beteg általános állapota, milyen az intellektusa értelmi képessége, milyen az életkora, idősebb, fiatalabb betegről van szó. Mi az első tend, vagy a második inkább így fogalmazok, hiszen az elsőről beszéltünk, tehát ilyenkor, mint egy. És iskolással úgy kell bánni? Meg kell tanítani újra a betűvetésre, meg a szólásra? Hát ad abszurdum igen, ha az olvasás, írás, tehát a, a, az írott nyelv elsajátítása e, is érintett. Mert a hogy az is elképzelhető. Az is elképzelhető, és azért nagyon sok betegnél ez is jellemző. Ott e, valóban teljesen a nulláról, majdnem, hogy újra, újra e, kell tanítani úgy, mint egy elemista kis elsős gyermek. Van ilyen, hogy túlik? tehát van olyan, hogy egy idő után, hát sajnos ki kell mondani, hogy, hogy nincs értelme, mert, mert nem lehet itt pozitív eredményt elérni. Sajnos ilyen nagyon súlyos esetekben igen, ilyen helyzet is előáll. Akkor igen. térjünk vissza a pozitív reményt keltő esetekre, tehát utána a, leg, a legfontosabb az, hogy meggyőzte a beteget, hogy újra tud majd beszélni, ha. Most ezek a foglalkozások milyen tempóban, hogy történnek? Mondta, hogy oda-oda megy napközben ezek az ágyában. Így van. Ezek Most... a foglalkozások zömében az ágy mellett történnek, tehát én viszem oda az eszközöket, feladatlapokat. Milyen kép, eszközöket képkártyákat, képkártyákat, szókártyákat. Ott, ahol tud a beteg olvasni, ott nyilván olvastatom is. Cél az, hogy, hogy meggyőződjünk róla, hogy a beszéd értése épe. Ha épp a beszéd értés, tehát a szenzoros terület nem érintett, akkor akkor ott, ott megfelelő módon tudunk kommunikálni, mert a beteg érti az elhangzó beszédet, értelmesen tud kommunikálni, lehet, hogy a beszéd tempója kissé meglassult, de értelmesen tudunk kommunikálni, lehet, hogy kezdetben csak szótagokkal, majd rövid szavakkal, szókapcsolatokkal, tőmondatokkal, és aztán így épül szépen a beszéd egyre följebb, följebb, és aztán majd teljes mondatokkal fog tudni beszélni, de elő első lépés, hogy meggyőződjek arról, hogy a beszédértése ép. Ha nem ép, akkor akkor meg kell győződni arról, hogy hogy írni, olvasni esetleg tud-e, tehát ki tudja magát fejezni írásban. Van, aki írásban nem tudja kifejezni, de rajzal valamilyen szinten meg tudja magát értetni. Ott, aki tud olvasni, ott azért a szókincs bővítésre, a szövegértésre, a szövegértelmezésre is hangsúlyt kell fektetni, mert lehet, hogy megérti egy beteg az olvasottakat, de, de csak kérdések alapján tudja az olvasottak tartalmát visszaadni, tehát szóban nem annyira ügyes még, hogy összefügg, összefüggően a gondolatait saját maga elmondja. Képes legyen rá. Képes legyen Hát rá. óriási türelem kell ehhez gondolom, és nagy nagy kitartás, meg különféle olyan módszerek, amelyek mindennapos gyakorlattá válnak. Ennek a részleteit a zene után hallgathatják majd. Ott hagytuk abba a beszélgetésünket dr. Farkas Tamásné Domonkos Ágnessel, a Központi Kórház Svant osztályának a logopédusával, hogy ugye az egyik legfontosabb ott az osztályon megnyitni a beteget, elmagyarázni neki, hogy mi várhat rá, ha szorgalmasan ő, követi az utasításokat, partner lesz. Aztán utána megkezdődik az a bizonyos sziszifuszi munka, szépen, lassan, komótosan újra elnyertetni vele a beszédkészséget az jutott közben az eszembe, hogy nagyon hasonló helyzet lehet az, amikor egy kómás állapotból felépülő betegnél kell segíteni, akinek mondjuk emlékezett kiesése van, és hirtelen eszembe jutott, hogy előfordul itt ez esetben, és hogy nem sziszi munka eredménye, hanem valami abszolút nem várt behatás eredmény, hogy na, egyik pillanatra a másikra visszajön a beszédkészség? Igen. Gondolom nem ez a jellemző, de... Általában nem ez a jellemző, ilyen ö, helyzet is volt már, előszokott ilyen is fordulni, de azért zömében, azért ha így fogalmazunk, azért ez egy sziszi munka. Milyen lassan, módszerek vannak ehhez? Lassan, aprólékosan lehet visszahozni a beszédet. Említette a képeket, említette ö, képkártyák, ab, szókártyák, eseménytábrázoló képekkel, automatizmusokkal. Ö, az a beteg, aki nehezen Nyilvánul meg kezdetben, ott ö, ö, sokszor célra vezető az éneklés, egy megkezdett éneknek a folytatása, tehát ahogy a, a betegnek beugrik, hogy igen, ismeri ezt a névdalt, hallotta már, én elkezdem és és egyszer csak ö, bekapcsolódik és folytatja velem együtt, vagy ö, egy ö, ismert versnek a folytatása. A folytatása így Ezek van, a foglalkozások, ezek hogy történnek intim keretek között kettesben, mert ahogy azt mondta, hogy az ágyára ül általában, vagy a, ha nem is ágyhoz, ül konkrétan, igen, de igen. ágyhoz megy, hát akkor feltételezésem szerint ott van a többi beteg. Így van. Ami nehezítheti olykor munkát. Vannak aranyos érdekes esetek, nehezítheti, zömében azért ez nem zavar. Van, aki olyan állapotban van, hogy egyáltalán semmit nem mond, mert annyira súlyos, és éppen még az életért küzd. Van, aki már kommunikál valamilyen szinten, és olyan is lehet a szobában, aki kommunikálni nem tud, de mindent ért. Mindent ért. Ö, ott történik zömében az ágy mellett a, a betegekkel való foglalkozás. Az időtartama az teljesen változó, azt én választom meg ö, állapottól függően. Van, aki egy-két percig bírja kezdetben, van, akivel 10-15 percig is lehet egy ülésben foglalkozni, és van, akivel fél órát, háromnegyed órát is. Akivel kezdetben ö, nagyon keveset ö, ö, tudok foglalkozni, oda aztán ö, visszamegyek napjában többször is, kétszer, háromszor, de négyszer is próbálkozni megnyerni és kicsit szóra bírni. Itt kell megkérdezem, ugye említette Ágnes, hogy az első legfontosabb egyfajta anamnézis felállítása. Hát az önök munkája az ott dolgozó szakorvosokkal épp oly fontos, mint a szakdolgozókkal. Tehát a szakorvos tud leginkább segítségére lenni önnek is fordítva, el tudom képzelni, hogy az orvos oda megy és azt kéri öntől, hogy erre meg erre figyeljen, mert itt, itt lehet nagyobb eredményt elérni, vagy fordítva. Az osztályon dolgozó orvosokkal napi kapcsolatban vagyok, napi rendszerességgel beszámolok arról, hogy kivel hol tartok, mit tudtam elérni, vagy éppen stagnál a, a terápia. Ők is jelzik nekem mindig, ha újabb esetet hoztak illetve újabb esethez kell mennem. Nagyon lelkiismeretesek az osztályon dolgozó orvosok, ápolók, tevékenységem kiegészíti az ő munkájukat. A nővérek maximálisan sokszor az erejükön felül segítik, gondozzák a rájuk bízottakat. Valikovics osztályvezető főorvos úr pedig számomra is mindenféle, mindenféle tevékenységhez segítő, támogató kezet nyújt. Úgy gondolom, hogy ugye bár a szvant osztályon, svant osztályon dolgozik hivatalosan állományilag, de hát az osztály, vagy a kórházban más osztályokon is előfordul, hogy segítségre van szükség. Gondolok én itt például a felnyaksebészeti Sebészeti osztályra, fülorgége. tehát ott is tudom, hogy dolgoznak logopédusok. Logopédusként egyedül én dolgozom itt a kórházban, illetve van egy kolléganőm, aki részmunkaidőben heti két alkalommal egy-két órát besegít. Ő a gyermekrehabilitációs rehabilitációs osztályon dolgozik, de ide hozzánk a Svantosztályra is. Ön is dolgozik fölföljár. a gyerekben. Én is dolgozom a gyekben. A gyekben ajakszájpad hasadékos gyermekek gondozását, terápiáját végzem heti rendszerességgel, heti egy dél nem bentfekvő gyermekekkel dolgozom, hanem már az osztályról hazengedett gyermekek jönnek vissza ambuláns formában ö, szüleikkel. Ágika, meséljen nekem egy kicsit a csodákról. Most a gyerekről eszembe jutott, hogy szomorú dolgok történnek, ugye itt volt a megégett kisgyerek, akiről most olvastam, hogy a nyáron már otthon tölthette a családja körében a szabadságát, de hát eszméletlen szenvedésem ment keresztül. Egy fabatkát nem adtak volna az életért akkor, amikor a kórházba került, olyan súlyos égési sérüléseket szenvede. sáik kisgyerekről van szó, talán sokan emlékeznek rá. Ilyen történetet, hogy amikor bemegy a anyuka a gyerekkel, vagy itt, vagy ön oda megy először, és sokszor nem hiszik el, hogy, hogy ebből ez is, ez kihozható. Ilyen csodákról. Meséljel Bizony, me. vannak ilyen esetek. Gyekből is, gyekben több gyermekkel foglalkozom. Ezek a foglalkozások nem egy-két hónapos időtartamra szólnak, illetve nem ennyit vesznek igénybe, hanem van olyan gyermek, aki évekig visszajár. Heti rendszerességgel, kétheti rendszerességgel, aztán később megritkulnak ezek a találkozások, ahogyan szépen haladunk a beszédterápiában egyre előre. A hiszen havonta jelentkezik, havonta jön, ellátom feladatokkal, kisebbek viszont jönnek heti rendszerességgel. Most is van olyan gyermek, akit éppen most a nyár folyamán engedtem el, olyan gyermek, aki, aki csak magánhangzó nyelven beszélt, most viszont teljesen szépen megállja a helyét az iskolában, jól kommunikál, bűszókincsen rendelkezik. Mi, hogy magánhangzó nyelven beszélt? Igen, a, így kell elképzelni, hogy nem nagyon formálja a szavakat? Nem, hogy a szavakat nem formálja, hanem egyáltalán nem tudott mással hangzókat képezni. Nem tudott mással hangzókat, hanem, hanem tökéletesen és egy normál tempóban, például azt mondta, hogy ö, azt akarta mondani, hogy érik az alma, akkor azt mondta, hogy é i a, a a Igen. Tehát csak magánhangzóval volt képes kifejezni a gondolatait. Nem tudom képzelni, hogy hogy lehetett elérni eredményt. Hát az, nyilván tükörtől nagyon. kezdve a szájformálással. minden... a logopédiai tükör az egyik legfontosabb itt a terápiás munka kapcsán. Sokat ülünk előtte, sokféle ajaknyelvtornát, artikulációs mozgást, ügyesítő gyakorlatot végzünk, a szájkörülízmokat, artikulációs izmokat, mimikai izmokat nagyon jól meg kell tornáztatni, nagyon jól meg kell izmosítani ahhoz, hogy a, a különböző hangzók Egyszer helyesen megszólaljanak. Olyan szépen beszél, jó hallgatni, és ugye családi, familiáris dolgokkal kezdtük ezt a diskurálást kicsit visszakanyarodnék, hát említette a gyesgyet, gyedet, ugye van önnek, önöknek, hiszen dr. Farkas Tamás fogorvos férje, eh, aki szintén volt egyébként itt a Csillagpont rádió műsorában már, hiszen a kamara vezetője is hát készülnek itt a fogorvosok a eh, igazukat elérni, és ebből a alkalomból volt itt is, szóval van önöknek egy 18 esztendős Zsófi nevezetű leányuk, aki most kezdi pázmányon a jogot, igen, vagy most érettségizett Zsófi lányunk a, a Jezsuita gimnáziumban, nagyon szép eredménnyel, és ö, most lesz első éves a Budapesten a És itt kirepül Péter akkor a Egyetemen, jogi karon. Aztán van egy követő, Jánóri, aki 11-esztendős, mert meg most kezdi a Jezsúban, 15, 15, 15 éves, 15 éves, 9-es lesz most, középiskolai tanulmányait ö, kezdi meg most idén, ősszel. Igen. Akkor egy kis változás lesz az önök életében, mert hát ugye Pest, ez igen. egy... Igen. Ez egy nehéz időszak lesz, de én azt akartam megkérdezni, hogy és mondtam, hogy szépen beszél annak, aki a szavakkal vagy a beszéddel foglalkozik valahogy, valahogy másként hallja az embereket. Én jól emlékszem, hogy a kislányom, amikor elkezdett hisztizni és így felbittol a hangsúlyt, akkor ne, mindig mondtam, hogy nem értem. Rendesen mond, Nem értem. Nem is nyafogott, szépen tisztán beszélt. Igen. Az önök családjában is. Ugye, hát a, ha már fogorvos véret említettünk, a, beszéd képzésben, a hangképzésben a fogak állapot, fogállása egyáltalán a léte óriási szereppel bír. Tehát az önök családjában jobban odafigyelnek a szép beszédre? Kellett figyelmeztetnem a gyerekeket néhányszor kisebb korukban. Hát jobban odafigyel? De így van, hát hogy ne vágy füllel hallgatta az ember <laughs> már kezdettől a, a beszédüket, vagy a beszéd alakulását, de ö, szépen beszéltek, tisztán beszéltek, ö, nem volt különösebb gond. Pici hadarás lehet, hogy volt, de hát ez betudható esetleg életkori sajátosságnak. Hát meg dolgok közre játszhattak, de alapjában véve. Szerencsére Volt egy időben beszélni. divat a médiában is, hogy felgyorsították a beszédet, és ha már a média, itt van előttünk ugye a képernyő, áldatlan hatásainak egyike az, hogy megtanítják a gyerekeket úgy beszélni, hogy rövidítve, meg nem jó hangsúlyjal, és így tovább. Hát ugye úgy tanultuk annak idején, hogy a magyar nyelvben a hangsúly a szó elején, mondat elején van. No, a média ma már ezt elfelejtette. Simán felbiszik a igen, mondat végén. Bántja a fülét? Nagyon, nagyon. És harcol ellene a maga Harcolok módján? Harcolok a maga módján ellene, és, és esetenként rá is szólok az illetőre. Ágik, a három nagy területre osztható tulajdonképpen a pályafutása, ha úgy tetszik, ugye? Mert akkor, amikor elkezdte a munkáját, akkor tanítóként pedagógus munkát végzett, aztán pedagógus a nevelési tanácsadóban meg egyfajta irányító munkát, ugye? Így igaz. De ott már beléptek a, 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 a gyógypedagógiai ismeretek, és hát most megint egy harmadik terület van. Ez, ez egy nyughatatlanság hátteret feltételez, vagy az, hogy mindig keres magának valami kihívást? Nem nyugtalanságnak mondanám ezt, hanem, hanem szeretek megújulni, szeretem a kihívásokat, szeretek mindig valami újat tanulni. A logopédia sok lehetőséget és sok érdekességet kínál az, az ember számára, és nagyon sokféle kapcsolatom is van Budapesten, volt kollégákkal, akik Pesten maradtak a végzés után, sok felé hívnak előadásokra, rendezvényekre, tanfolyamokra, és szeretek mindig egy kicsit megújulni mindig valami újat hazahozni ide, borsodba, és a módján ezek által segíteni a a lászorulókon, lászorulókon, mondjuk így. így hát van. van mit tenni egyébként, mert ugye szóltunk arról is, hogy kevés a logopédus, akkor is kevés volt, amikor kezdte, van most is kevés. A képzéssel is vannak gondok, azt is meg kell vallani őszintén. Nem beszélve a finanszírozásról, mert az imént utalt arra, hogy aki Pesten marad, azt tegyük hozzá hogy másfajta javadalmi viszonyok vannak a fővárosban, mindig is így volt, és más vidéken. Nagyon sokakat elszippont a főváros, tehát végzés után vidékre, bevallom őszintén, nagyon kevesen jönnek vissza. Mások a lehetőségek, mások a, feltételek, akár a javadalmazás tekintetében, akár munkahelyben, munkahely tekintetében duskálnak azért a pestiek, pestkörnyékiek a, a lehetőségekben. Itt azért szükebbek a lehetőségek, de itt is meg lehet találni azért, ö, ö, aki akar, itt is el tud helyezkedni. Nagyon sok logopédusra lenne szükség megyeszerte, akár az oktatásban, akár az egészségügyben, úgy gondolom, úgy érzem. Amikor én a csodákról kérdeztem, akkor mártam egy olyat is, hogy valaki, vagy valakik visszajáró, vagy ha nem is visszajáró, de egyszer csak megjelentek az önéletében, mondjuk egy anyuka, vagy egy apuka, vagy együtt a gyerekkel, mert hogy mert hogy megtanította gyönyörűen beszélni. Vagy mondjuk egy gyerek, mert hogy a sztrókot kapott anyukát vagy apukát megtanította újra beszélni. Hát gondolom, hogy ilyen is van. Ilyen is van, hogy az osztályra is visszaszoktak jönni. Vannak olyan betegek, akiket ambuláns formában látok el, tehát már az osztályról hazaengedték a beteget a saját otthonába, és ugye a beszédterápia, a beszédrehabilitáció nem ér véget akkor, amikor az osztályról hazamegy a beteg, hanem még Szó, hónapokat, ad abszolút éveket is ö, igénybe vehet ö, a, a, a terápia, és az, aki itt a környékünkön lakik, és a család tudja vállalni, hogy heti rendszerességgel visszahordja, visszahozza foglalkozásra, ott nagyon szívesen segítek. Mindig elmondom a hozzátartozóknak is a segítés, hogyan jár, mikéntjét, otthon hogyan tudják foglalkoztatni a beteget. Nyilván csak apró lépésenként lehet előre haladni, de nagyon sokféle feladat típussal írásban is szóban is ellátom a beteget, hozzátartozót, és aztán hetente visszajönnek, meg hogyan haladtak otthon, miket csináltak, mi az, ami ment, mi az, ami még mindig nem megy, és akkor nyilván célzottan egy picit rásegítek, alá dolgozom, hogy a következő hétre meg legyen a sikerélménye a betegnek. Mi a legnehezebb része a logopédiai feladatnak? Itt az osztályon a lelki része a legnehezebb. Nagyon szeretem, nagyon élvezem a felnőttekkel való foglalkozást, úgy érzem, hogy meg tudom a közös hangot találni, a kollégákkal is, illetve a betegekkel, hozzátartozókkal számítanak rám, szeretik, hogy itt vagyok, örülnek, hogy, hogy jelen vagyok, de a legnehezebb a lelki része. Tehát nem tudom letenni a munkát itt a kórház kapuban, amikor elindulok hazafelé, hanem ezt viszem magammal, otthon is sokat gondolkodok még egy-egy beteg állapotán, helyzetén, mit, hogyan lehetne még segíteni, még hatékonyabbá, hogyan lehetne tenni az ő megsegítését. Tehát azért, azért úgy érzem, hogy ezt nem könnyű kezelni, még a mai napig sem. És mi a legszebb része? Hát a legszebb része ö, talán az, és az adja a számomra az erőt, hogy a, a beteggel együtt tudok örülni, tehát a beteg sikereinek nagyon tudok örülni, nagyon élvezem, ha, ha látom a mosolyt az arcán, ha azt mondja, hogy köszönöm, és nagyon boldog vagyok, hogy újra adtam erőt, adtam energiát, ö, és adtam életkedvet ahhoz, hogy ő újra kommunikáljon, és megmerjen szólalni egy-egy ilyen súlyos állapot után. Hát sok ilyen sikerélményt kívánok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, dr. Farkas Tamás, Nédomonkos Ágnest hallották a Központi Kórház Stroke Vaszkuláris Általános Neurológiai és Toxikológiai Osztályának a logopédusát itt a Csillag. rádió műsorában. Néhány perc múlva már megtudhatják, hogy mi történt hazánkban és a nagyvilágban, hiszen Maszkó János kollégám kapcsolja az MT Hírcentrum stúdióját. Én pedig további kellemes rádiózást kívánok, a következő órában a manuál terápiáról lesz szó.